Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pontban műsorunk meghívottja dr. Bak Miklósi Kinga, pszichológus, üdvözlöm stúdiónkban. Jó napot kívánok! A mai nap, november 16-a, ugye egy nemzetközi nap, és pedig a tolerancia napja. Ez ugye a vasfüggöny lezuhanása után a 90-es években UNESCO kérésére, kezdeményezésére született egy ilyen tolerancia éve, és aztán utána az ENSZ kérte, hogy legyen ebből egy minden évben visszatérő nap. Az az igazság, hogy egy kicsit ilyen cinikusan úgy látom, hogy ha születik egy évben valaminek a napja, akkor azt a valamit elfelejthetjük. Tehát az körülbelül úgy alakul, mint a romániai politikában, hogyha valamit el akarunk felejteni és a szőnyeg alá söpörni, akkor egy bizottságot alakítunk. Na most világszerte, hogyha van valami probléma, és ezt valahogy így el akarjuk tüntetni a felszínről, akkor kinevezünk egy napot, akkor azt letudtuk, november 16-án beszélgetünk egy kicsit a toleranciáról, utána nyugodtan mehetünk, megverhetünk akárkit, utálkozhatunk, írhatunk csúnya kommenteket, szóval mi az ön véleménye arról, hogy a tolerancia és ennek a tanítása, mert ugye tanácsként az is benne van az ENSZ javaslatban, hogy az oktatásban erre a gyermekeket tanítani kell, persze előbb a szülőket kellene, szóval mi az ön véleménye erről? Igen. Hát ugye a tolerancia napja mindenképpen az intolerancia és az erőszakosságra hívja fel a figyelmet. Tulajdonképpen lehetne a szeretet, az empátia és az odafigyelés napja is. Itt felmerült, hogy miért kellene, vagy miért szánunk erre egy napot, vagy miért szánnának erre egy napot. Hát minden napot, amit ilyesmire szánnak, tulajdonképpen egy problematikusság, egy hiányállapotot szeretnének kihangsúlyozni, és természetesen ez nem egy napról szól, mint ahogy a közelgő karácsony sem három napról szól, és a szeretet ünnepe, hanem ez egy életérzés, egy működési mód tulajdonképpen, és igazából ez a legfontosabb gondolatom, amit az elejére szánok, és akár a végén is elmondhatnék, hogy ez egy életszemlélet, ez egy működési mód, ez egy életfilozófia, és ezt nem egy napon kell ünnepelni, kellene, hanem erre berendezkedni érdemes, amennyiben komolyan gondoljuk, vagy komolyan érezzük. A tolerancia és intolerancia polaritásában mindig felmerül, hogy mi az, amit nem tolerálunk, vagy mivel van gondunk. És általában a mássággal van gondunk, a másságnak a pszichológiájában benne van az, hogy ha valami nagyon más, akkor agresszivitást, ellenérzést vált ki, és általában a nemi, a kisebbségi hovatartozás, az etnikai hovatartozás, stb. Olyan érzékeny pontok, amelyek megmozgatnak, és általában intoleráns megnyilvánulásokra sarkalnak. Igen, na most ez gondolom, hogy a másság iránti elfogultság és annak a bizalmatlansággal való fogadása egy ősi ösztön. Ezzel szemben a tolerancia az egy tanult dolog kellene legyen, nem? Igen, a toleranciának minimum három összetevője van, mindhárom nagyon-nagyon fontos. Az egyik a konfliktus tűrés, ami nem jelent sem konfliktus kerülést, sem konfliktus keresést. A jó konfliktus tűrés azt jelenti, hogy egyfajta asszertív működésben állom a sarat, kiállom a próbákat, teret, lehetőséget engedek a másiknak, és önmagam is próbálom érvényesíteni. Ebből következik a második nagyon fontos összetevő, a jogegyenlőség, hogy neki is annyi joga van a vitában, a beszélgetésben, a nézetek megosztásában, mint nekem, és hogy ez sem egy elv, hanem ez egy viszonyulás, hogy tényleg teret engedjek a másiknak, hallgassam meg, fogadjam el, próbáljam elfogadni. És viszont
És a harmadik nagyon-nagyon fontos dolog az az erőszakmentesség és az erőszakmentes kommunikáció, erről manapság egyre többet beszélünk szerencsére, ami arról szól, hogy próbáljuk címkézés nélkül, megbélyegzés nélkül, moralizáló kategóriák nélkül, jó-rossz mentén skatujázni a másikat, próbáljunk meg szükségleteket, érzelmeket megfogalmazni úgy a magunk számára, mint a másik viszonyulásában valahogy ezeket detektáljuk, és nagyon-nagyon fontos, hogy merjünk kérni. Tehát az erőszakmentességben valahogy benne van, hogy merjünk kérni. És errefele nagyon gyakran figyelem, nézem, szimatolom, tapasztalom, hogy nagyon nehezen megy a kérés. És nagyon sokszor követelésbe burkolt kéréseket fogalmazunk meg, és a kettő közötti alapvető különbség az, hogy a kérés visszautasítható. Ha én öntől kérek valamit, számolok azzal, hogy arra lehet igent és nemet, és nem tudomot és bármit válaszolni, a követelés viszont visszautasíthatatlan. Tehát vagy követelünk, vagy nem merünk kérni. Tehát általában ebben ez a kettő fordul nagyon elő, és nem tesz jót a kommunikációnak, nem tesz jót a toleranciának, nem tesz jót a másság elfogadásnak semmit. Hát gondolom, hogy ebben a követelésben, mert ez tényleg egy nagyon, nagyon jó megfogalmazása ennek az állapotnak, amiben mi, hát gondolom, hogy így hosszú ideig nem merjük kérni, vagy gondolkozunk, hogy kérjük, ne kérjük, és addig hetszeljük magunkat, ameddig aztán ez indulatosan kibukkan, na most már tényleg megcsinálhatnád nekem azt, hogy, mert hogy valamiért az ember azt hiszi, hogy a másik követi a gondolatait, és tudja, hogy mire gondol, és mit szeretne. Igen, szóval... ez egy nagyon jó megjegyzés, hogy hetszeljük magunkat, mert a toleranciának pontosan egyik alappillére az, hogy van némi önismeretünk, illetve törekszünk az önreflexióra, törekszünk arra, amit önkontrollnak nevezzünk, és pontosan nem hetszeljük magunkat, hanem tetten érjük magunkat, és elsősorban magunkat ültetjük le beszélgetni, hogy mi is van, és hogy hogyan lehetne ezt humánusan és emberségesen képviselni. Tehát, hogy ez alatt a hetszelés alatt, gondolom, így eljutunk arra a gondolatmenetre, hogy tulajdonképpen a másiknak kötelessége lenne az a valami, amit mi most kérni akarunk tőle. Ez gondolom így az individualizmushoz kötődik, ami ugye világi jelenség, és nagyon sok szakirodalmi cikk jelent meg azzal kapcsolatban, hogy az ifjú generáció sokkal, sokkal önzőbb, hogy csúnya szóval fejezzem ki magam. Tehát, hogy az individualizmus nagyon felerősödött a 21. században. Igen, és azt is mondhatnánk, hogy sietünk, és nincs időnk meghallgatni, elfogadni, vitázni, meghallgatni a másik érveit, egyáltalán odafigyelni, hogy vannak érzelmei, és valamit azokból megpróbál kifejezni. Nincs erre időnk, nincs erre türelmünk, felszínesen időnként megtörténik, és szaladunk tovább, és ez nem kedvez, nagyon nem kedvez a toleranciának és a másik, a másság elfogadásának. Igen, na most ugye említettük, hogy az ENSZ-nek az a javaslata, hogy az iskolákban kellene tanítani a gyermekeknek a toleranciát. Na most az ember azt gondolná, hogy a tolerancia tulajdonképpen kötődik a naívsághoz is, ahhoz, hogyha valamilyen más csoporttól nem ért minket még, nem tudjuk, nincs elképzelésünk arról, hogy milyen rosszat kaphatnánk tőlük, akkor alapvetően pozitívan viszonyulunk hozzájuk. De ebből az ajánlásból én azt olvasom ki, hogy ez egyáltalán nincs így. Tehát, hogy a gyermekeknek a hozzáállása a mássághoz, az nem a naivitásukból fakadó jó indulat, hanem micsoda is, mert hogy viszont az iskolákban is elég nagy probléma van azzal, hogy a gyermekek nem toleránsak a másságot képviselő társaikkal szemben, akármi is legyen az. A tolerancia egyáltalán nem naivitás. Egy olyan fajta együttérző, együttműködő, empatikus üzemmód,
ami engem nem veszélyeztet, és nem gondolom, hogy a másikat támadnom kell, mert ő veszélyeztet engem. Ez egy nagyon korrekt viszonyulás, és ismételném ismét magam, hogy egy világszemlélet, egy életfilozófia, ami abszolút nem a naivitáson, annál inkább a korrektségen, humanizmuson alapul. És hogy nekem azzal kapcsolatban van fennakadásom, hogy hogy lehet ezt tanítani, semmiképp sem úgy, mint általában a tárgyakat, mindenképpen... Felvázoljuk a táblára, hogy is van, és hányféle formája van a toleranciának. És hogy nem is iskolában kezdődik, hanem sokkal hamarabb, óvodáskorban, és még hamarabb, és elsősorban a szüleinktől lessük el, a közvetlen környezetünktől lessük el, nagyszülőktől, szomszédoktól, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan viszonyulnak kisebbségi kérdésekhez akár, vagy nemi kérdésekhez, szegénységhez, sérüléshez, olyan állapotokhoz, amelyek számunkra lehet, hogy sokszor érthetetlenek és megmagyarázhatatlanok. És utána jönnek ugye a pedagógusok, az óvónők, a tanítónők, tanárok, és valahogy az életszemléletük nevel, tanít, és nem az, amit mondanak erről. Persze az is, meg hogy az is nagyon fontos, de ennél talán sokkal fontosabb, amit üzennek magukról és magukkal kapcsolatban, ahogy diákkal beszélnek, ahogy diákot felszólítanak, ahogy diákot tisztelnek vagy nem tisztelnek, ahogy kollégákat tisztelnek vagy nem tisztelnek. Igazából ez az, ami árulkodik arról, hogy abban az iskolában, intézményben van-e tolerancia vagy nincs, milyen típusú tolerancia van. Tehát gondolom, hogy tulajdonképpen inkább a példánkkal tudjuk ezt nevelni. Igen, a példamutatás. Hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy a gyerekeknél az utánzás, az utánzásos tanulás nagyon sokáig meghatározó, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sokáig így van, és hogy persze a cselekedeteink mindig felülírják azt, amit mondunk, felnőtt korban is. Tehát az, ami igazán hat és üt, az, ahogy viszonyulunk dolgokhoz, és nem az, amit mondunk ezekről a nagy dolgokról. Igen. Na most gondolom, hogy van azért egy ilyen korban, tehát a gyermek életkorának olyan szakaszai, amikor érzékenyebb ezekre a dolgokra, vagy sem. Tehát amikor így észreveszi, hogy az ő környezetében mi a követendő viselkedésmód. Én most egy konkrét példából indulok ki ebben. Tehát ezen nagyon sokat gondolkoztam, hogy egy bizonyos korosztály, ugye a szüleimnek, az én szüleimnek a korosztálya, amelyik akkor volt fiatal, amikor a náci szemlélet dühöngött, és hát egyesek ugye árják voltak, kettesek pedig sajnos nem. Tehát, hogy ez olyan mélyen ivódott bizonyos személyekbe, akik akkor tizenévesek voltak, hogy ők akkor a kiválasztott réteg, és joguk van ítéletet mondani, akár halálos ítéletet mondani azok fölött, akik nem a kiválasztott nemzet, hogy nagyon nehéz volt őket, tehát csak erővel lehetett elnyomni azokat a reakciókat, amik felbukkantak belőlük. Ebből én, és mivel az utána következő 10-20 évvel fiatalabbaknál nem tapasztaltam ezt a becsontosodott meggyőződést ezzel kapcsolatban, ezért gondolom, hogy azért van egy olyan időszak, amikor különösen érzékenyek a fiatalok, a gyermekek és fiatalok arra, hogy mi a követendő példa azzal kapcsolatban, hogy kit utálhatok és kit nem utálhatok. Tehát, hogy utálhatok-e egy csoportot azért, mert egy másféle csoport. Mert egyébként nyilván a személyes kapcsolatokat az ember nem befolyásolhatja. Igen, két kérdést is hallok. Az első az, hogy van-e érzékeny periódus a tolerancia tanulására, amennyiben a tolerancia egy játékszabály, hangsúlyozom itt a szabály részét, akkor körülbelül az 1-4 osztály a szabálytanulás nagy időszaka, tehát a tolerancia szabályának alapjait tudatosan kb. 1-4 osztályban tehetjük le, tehát ekkor tehető le, ekkor értik meg, kicsit
értelmesebben, logikusabban, hogy melyek a dolgok közötti összefüggések, és mély szántásban, mélyebben, serdülőkorban, és természetesen fiatal felnőtt korban. Hogy utálhatjuk-e, nagyon rövid a válaszom, utálhatunk-e bármilyen csoportot annak ellenére, hogy tettek vagy nem tettek népünkkel, nemzetünkkel, vagy akár velünk dolgokat. A válaszom az, hogy nem. Hogy általában ez az utálkozás valami meg nem értés, tehát nagyon sokszor egyéni ügy, tehát hogy olyan dolgokat utálok általában a másikban, gyűlölök a másikban, hogy ilyen nagyon erős szavakat mondjak, ami bennem nehezen, magamban nehezen emészthető, nehezen boldogulok, nehezen fogadom el, nehezen integrálom, nehezen beszélek róla. És nagyon sokszor rólunk szól a történet. Nem mindig, de nagyon sokszor rólunk szól a dolog. És ha ennyire kellene utálni valamit, mindig az a következő kérdésem, hogy jó, de én hogy vagyok ezzel? Miért kell ennyire utálnom ezt a jelenséget? Tehát már is önismereti ügy lesz a dologból, önreflexiós történet, aminek érdemes utána járni. És hogy ne, lehetőleg ne utáljunk semmit és senkit. Elsősorban magunk dolgát nehezítjük, a mi mindennapi megéléseinket, a világban való létezésünket, és mostanában egyre többet gondolok arra, hogy olyan keveset élünk, hogy kár az időnket ezzel tölteni, hogy utálkozunk. Igen, ugyanakkor tagadhatatlan tény, hogy az iskolákban nagyon durva dolgok történnek. Tehát, hogy a gyermekek így nehezen mérik fel a tetteiknek a következményeit, és hogy dühöngenek és rombolnak. Tehát nem tudom, hogy tényleg ezzel kapcsolatban mit lehetne tenni. Tehát, hogy kell-e felelőst keresni, vagy... Mert hogy gondolom, hogy a felelős keresés az, vagy az oknak a keresése, hogy most ne ujjalmutogatásról beszéljek, az az első lépés abban, hogy azért így a gyógyulás útjára, vagy valamilyen megoldás fele tudjunk haladni. Igen, tulajdonképpen egy mostanában divatos fogalomról beszélünk, a bullyingról, a bántalmazásról, ami mindig volt, szerintem van most is jócskán, és lesz is. A bullying főszereplője, tehát aki okozza a bullyingot, aki bántalmaz, aki erőszakot követ el, az esetek döntő többségében feszült ember. Tehát nem azért teszi, mert ő olyan jól érzi magát, mert ő annyira toleráns és rendben van magával és a világgal, hanem mert ő maga is nagyon feszült, és a feszültség levezetésének egyik lehetősége, csatornája a másik. A másik bántása, sértése, megbélyegzése, akár fizikai, vagy nagyon sok más fajta bántalmazása. Persze körül, az egyén körül van egy család, van egy tanári közösség. Tehát, hogyha most azt kellene keressük, hogy ki a felelős, több felelőse van egyértelműen, tehát, hogy nem egy felelőse van. És igazából arra kellene figyeljünk, hogy mit kezdünk az ilyenfajta feszültségekkel, szabad-e kimondani, és ha már kimondják, mert hogy nem mindig ez a... Tehát azzal, hogy kimondtuk a feszültségeinket, és meg tudtuk fogalmazni, ez nem azt jelenti, hogy felszabadultunk alóluk, és rendben vannak már a dolgaink. Mert ezzel kezdeni kell valamit. Szerencsére ma már vannak szakemberek, kezdenek lenni egészen jó együttműködések, szülőiskola, szülő szervezetek között. Tehát erre érdemes figyelni. És nem kell feltétlenül elfogadjuk, hogy ez egy jelenség, és hát megoldja az iskola, vagy az iskola gondolja, hogy megoldja a család, általában egyik se oldja meg ilyenkor. Oda kellene figyelni erre, nyomatékosan, erősen, és hogy azt tudatosítani, hogy amit mondtam az előbb, hogy a bullyingot elkövető ő maga is egy szerencsétlen, feszült ember, aki nem tud mit kezdeni nagyon sokszor magával, és azzal a belső viharral, ami őt afele indítja, hogy más bántson.
Igen, na most ez tényleg vannak ilyen, hát főleg nagyobb városokban és főleg jobb iskolákban ilyen közösségek, amelyek foglalkoznak ezzel. Ezek ilyen kicsi szigetek, és nyilván ezeknek a szigeteknek addig kellene nőniük, ameddig összeérnek, és akkor átfedik az egész területet, és elmondhatjuk, hogy a mi régiónkban, hát ugye Erdélyben, minden iskolában, minden ilyen gyermeket is magába foglaló közösségben foglalkoznak ezzel. Ettől azt hiszem, hogy nagyon messze vagyunk. Egyértelmű, egyértelmű. De hogyha falvakban gondolkodunk, vagy kisközösségekben, a kisközösségeknek mégiscsak van egy megtartó erejük, van más feszültséglevezető lehetőség. Ott meg abban kellene gondolkodni, hogy ott mit, hogyan lehetne feloldani, megoldani. Én most a város jellegzetességéről beszélek, mert itt élek, és többnyire ezt ismerem. Meggyőződésem, hogy minden régióban lehetne mit kezdeni a feszültségekkel és a feszültséglevezetési lehetőségekkel. Igen, hát most mind az gyerekekről beszélgettünk, de hogy így arról, hogy a környezet körülöttük milyen, így egy másik kérdés jutott eszembe, ami számomra teljesen érthetetlen. Ugye a nagyon dühös, nagyon trágár beszólásoknak a beszédéről, tehát azon csodálkozom, hogy ugye ezeken a szocializációs felületeken ilyen olyan kommentek születnek, amitől az emberben megfagy a 7 év gyermekszoba, tehát hogy drágár, csúnya és a többi, és ami engem mindig sokkol, hogy elég gyakran előfordul, hogy ilyen kedves idős nénik, akiknek egyébként, hogyha az ember rákattint a profiljára, unokák, virágok, békés élet, stb., és akkor ezzel ilyen szöges ellentétben az a teljesen intoleráns, gyűlölködő félmondat, amit oda bigyeszt valahova. És hogy mit lehet kezdeni ezzel? Igen, mert nyilvánvalóan így ő is egy példakép, tehát hogy ő is példát ad valakinek, a családjának, unokájának és a többi. Tehát így az ember azt gondolja, hogy időskorára az ember bölcsebb lesz, megnyugszik. Na. Igen. Örülök a kérdésnek, mert gyakran a fiatalokat okoljuk emiatt, hogy ők használják, fogyasztják rendellenesen ezeket a felületeket, és ez egyáltalán nincs így. Ez minden korosztályra érvényes, és minden korosztályra elmondható, még az idősebb korosztályra is. Tehát, hogy az életkorban való előrehaladás számomra is úgy tűnik, hogy nem egyenlő, vagy nem arányos a bölcsességgel, vagy a felület bölcs használatával. Mit lehet tenni, hogyha egyszerűen akarom elintézni a kérdést, azt mondom, hogy népet kell nevelni. Tehát, hogy erről nagyon sokat kellene beszélni, valahogy be kell avatni, mindenféle korosztályt be kellene avatni, mindenféle korosztályt a normalitásba, a normális kommunikáció szabályaiba, és hogy ezt mennyire lehet elfogadtatni, persze egy másik kérdés, de hogy ezzel azt próbálom hangsúlyozni, hogy nevelni nem csak a fiatal korosztályt kell és érdemes, hanem a középkorúakat, időseket is egyértelműen nevelni kellene. A szobák kényelméből és melegéből nagyon könnyű felületes, felszínes, bántó megjegyzéseket tenni. Egyértelműen az egyénről szól, aki teszi. Ez szóra sem érdemes, hogy nem rólunk szól, hanem róla szól. De hogy igen, tud éle lenni ezeknek a mondatoknak, és igen, tolerancia, 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 ami arról szól, hogy a tolerancia önmagában közös útkeresés, tehát nem maga a megoldás, toleránsnak lenni valakivel szemben, azt jelenti, hogy közösen keressük a normalitás útját, tehát ahhoz szükség van a másikra, tehát hogy nem nekem kell csupán a normalitás jegyeit gyakorolni, hanem a másiknak is legalább ennyire. Igen, tehát a következtetés az, hogy az ENSZ ajánlása, amely szerint a fiatalokat kell nevelni az iskolában, nem egészen pontos, mert hogy sajnos mindenkit figyelme. Népet kellene nevelni valamilyen módon.
Hát én köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdiónkban. Remélem, hogy a toleranciáról legkésőbb jövőre, november 16-án ismét beszélgetünk, de hát azt remélem, hogy azért ezek a beszélgetések hát gyakoribbakká válnak a társadalom különböző csoportjaiban. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt mai Pont Ma műsorunk. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra.